Újra van tolnai nevelésű játékosa a magyar felnőtt női asztali tenisz válogatottnak, Nagymáradi Mercedes személyében, aki 16 éves koráig a tolnai AC-nál, Majzik Tamás jelenlegi edző irányításával a balogh-bolvári Bátorfi korszakot követő legnagyobb tehetségként vett részt az edzéseken. Ezt követően a fővárosban bontakoztatta ki már tehetségét, a Postás, a Budaörs hazai élcsapatok játékosaként. Nem is akárhogyan, hiszen újra tagja lett a szűkebb felnőtt válogatottnak, a pályafutását ősszel Németországba folytató 26 éves játékos, aki a válogatott délelőtti keretedzése után állt rendelkezésünkre. Először a klubváltásáról kérdeztük. Igazából az volt az oka, mert hogy szerettem volna magam kipróbálni külföldön is, mert eddig még nem játszottam, csak Magyarországon, az Extraligába, és most szerettem volna egy másik ligát is, egy külföldi ligát kipróbálni. Németországban nagyon erős játékosok vannak, nagyon jó meccseket is fogok tudni játszani. Kicsit izgulok, hogy tudjak majd úgy teljesíteni, ahogy azt elvárják, meg én is elvárjam magamtól, de remélem, hogy minden rendben lesz. A Schwabhausen Bundesliga 5-ként szeretne még előrébb végezni a német bajnokságban. Német éljátékosuk mellett külföldiekre épít a klub, így Mercire is. Kínaiak nincsenek, van egy nagyon erős német játékos, a Sabina Winter, ő lesz az egyes játékosunk, lesz még egy fehér orosz csapattársam, egy horvát csapattársam, valószínű, hogy egy amerikai, kínai, hát végülis ő így kínai, de amerikai származású, és én leszek, meg még a fehér orsi is ott fog játszani. Úgy érzi, a német Bundesligában szereplés segíti abban, hogy még jobb játékos legyen, és nagyobb szerepet kapjon az EB-re, VB-re készülő magyar női válogatottnál a korábbi epizód szerepekhez képest. Főleg azok után, hogy Póta Georginára, az első számú magyar női asztali teniszezőre anyai örömök miatt nem számíthat egy ideig a szövetség kapitány. Póta Gina, Pergel, Szandi, Madarász Zóri, ők azért... Tényleg ők a legjobbak itt Magyarországon. Hát illetve utána jövünk mi, így páran szerintem, hogy elég erős a mezőny, mert így hasonló szinten vagyunk a Bálint Bernadett, Imre Leila, Fehér Orsi, én, úgyhogy tényleg ez attól függ, hogy kinek jobb a napja, mondjuk az adott szituációban, de úgy érzem, hogy erős ez a mezőny. Alakul a páros is, a válogatottnál nem is olyan régen a Szekszárd AC-nál megfordult Bálint Bernadettel találtak egymásra. Szerintem maradunk így ketten, én is szeretném meg ő is, úgyhogy együtt fogunk indulni majd hazai és nemzetközi versenyeken is. Kislányként mozgása stílusa alapján azt mondták a benfentesek a tolnán roppant ügyes kis Mercikéről, hogy a B-betűs korszakos nagy elődök közül Balogh Ilonából és Bolvári Katiból is van benne valami, de azért mégis más. Jó érzés volt, eme nosztalgikus felidézés a Fonák oldalon erős tolnai származású játékosnak. Nem tudom ezt így megmondani, örülnék, hogyha így lenne, de ezt így tényleg nem tudom. Hát ugye Majzik Tamás bának nagyon sokat köszönhetek, meg igazából anyukámnak, ő vitt be az edzőterembe, és vele is nagyon sokat játszottam, meg Tamás bácsival is, Majzik Zsuzsival is, úgyhogy nekik tényleg sokat köszönhetek. Még az idén Európa-bajnoki szereplésben és ha megrendezik VB-szereplésben is okkal reménykedik tudása formája alapján. A jövő évi olimpiai részvételbe a kvalifikációs nehézségek miatt egyáltalán nem éli bele még magát, ehhez, mint mondja, jó adag szerencse is kell. Ez nagyon-nagyon nehéz, tényleg már Európában is nagyon sok ázsiai játékos van, úgyhogy nem pláne mondjuk egy ilyen egyéni jogot kiharcolni, ez tényleg nagyon-nagyon nehéz. Nagyváradi Mercedes azzal, hogy a testnevelési egyetem edzői szakának hallgatója, jelzi, ha egyszer, mondjuk 5-6 év múlva felhagy a versenyzéssel, szívesen edzősködni. Ha az élet úgy hozná, akár nevelő egyesületéhez, a tolnához is visszatérne, ma is kötődik ide a szülői házhoz, 2-3 hetente hazajár. De ez a téma még nincs, nem is lehet napirenden. Sérülés, nagy Isten, betegség, remélem, ilyen nem fog előfordulni, de igen, egy ilyen 4-5 év még biztosan úgy érzem most, hogy bennem van. Amely időszak akár eddigi pályafutása még nem volt, legnagyobb sikereit is hozhatja a tolnai nevelésű asztali teniszező számára. Elég, ha egy felnőtt VB-re kijut, nem beszélve a jövő évre halasztott tokiói olimpiai játékokról.